Nils Bohr az egy Nobel-díjas fizikus volt, aki azt mondta, hogy jósolni nagyon nehéz, különösen a jövőre vonatkozóan. A jelenlegi társadalom az úgy fog összeomlani, vagy az a nyugati civilizáció, hogy azok a fajta struktúrák, amiket most ilyen teljesen magától értetődőnek gondolunk, ezek nem fognak működni. It's not 5 minutes to 12, it's 5 minutes past 12. So we are already losing a biosphere and a planet that we had. We won't have it as it was. Nagyon egyszerűen kell nézni a világot szerintem. Nem vagyok annyira borulátó, hogy itt majd összeröpül a világ, aztán mindenki leesik az aljára és meghalunk. Nem. És sajnos ennyire el van vadulva a világunk, az ahhoz kell alkalmazkodnunk, viszont hiszem én azt, hogy meg tudjuk oldani a problémát. But on the other way, I've become more and more optimistic because I feel something like what Paul Hawken calls these blessed unrest. I feel a movement, I feel a strong wish of people changing, like if you think of the Arab Spring and all these movements in new parties forming, movements in the cities. There's so much activities, there are so many NGOs. Egyénenként lehet, hogy mi tudatossá válunk arról, hogy van valami rendkívüli probléma, lehet, hogy eljutunk odáig, hogy valamit tennünk kéne, de úgy érezzük, hogy egyedül vagyunk, és emiatt nem is tudunk semmit kezdeni ezzel a szituációval, ami pozitívan tudná befolyásolni a jövővel kapcsolatos törekvéseinket, az az, hogy lépjünk ezen túl, hogy egyedül vagyunk. A házaink úgy vannak megépítve, és a fűtési rendszereink úgy vannak kialakítva, mintha végtelen mennyiségű fűtőanyag állna rendelkezésünkre, és kit érdekel, hogy kimegy az ablakon, ha lesz másik. És most azért nem tudjuk kifűteni ezeket a lakásokat, mert nincs másik. Most fogom befizetni a januári gázszámlát, a sárga stressz. 51.389 forint. Én sokáig féltem attól, hogy mi lesz velünk, ha egyszer elfogy az olaj. Vagy olyan drága lesz a földgáz, hogy nem tudunk vele fűteni. Tulajdonképpen majdnem mindenben körülvesz minket az olaj. A ruhánk, a használati tárgyaink vagy olajból készülnek, műanyagok, vagy az olajból nyert energia felhasználásával gyártják őket. Az élelmiszer, a műtrágyázás, másrészt a szállításokán olajat használunk a világításhoz, a fűtéshez, az elektromos energiához, mindenhez. Aztán lassan megértettem azt, amit most már egyre több ember hisz, hogy a magas olajárral együtt egy lehetőséget is kapunk. Egy olyan új világét, amit már nem ez a teljesen embertelen verseny ural. Ugyanis egy csomó olyan problémánk lett, amiket nem tudunk már megoldani csak akkor, hogyha a verseny helyét átveszi az együttműködés. I think we are about, or we are already stepping into an era of cooperation and collective wisdom, collective intelligence, collective creation. I see it everywhere. The new era is about living together, working together, designing together, creating together in many different ways. But the intelligence doesn't lie in one person knowing where to go and everybody else just follows these steps. Amikor elmegy tankolni, és 20.000 forintból nem tudod megtankolni a kocsidat, még ma is emberek azt gondolják, hogy A, ez meg fog változni, B, majd kitalálnak valami, C, biztos a kormányunk hibája, és kitalálni, és egy csomó verzió van még. Nem az, hogy olajcsúcs van, vagy hogy ez izé. tekintjük a világ energiafelhasználását, ami körülbelül erős becslések szerint akár 50-szerese is annak, amit a természetes rendszerek fenntartható módon biztosíthatnának. Ezek olyan forrásokra épülnek, amik nem fognak örökké rendelkezésre állni, tehát ezek elfogyó források. Ennek a kitermelésnek lesz egy jól meghatározható tetőpontja. A kőolaj esetében ezt a tetőpontot nagyjából mostanra teszik a legtöbben, akik ennek a kutatásával foglalkoznak, tehát hogy már nem lesz több olaj a jövőben, hanem csak kevesebb. Bányászunk majd még, de kevesebbet. Azt nagyon nehéz megmondani, hogy mi lesz. Azt könnyebb megmondani, hogy mi nem. Tehát az olcsó energia korszaka az lejárt. A ma használatos nagy energetikai rendszerekkel nem egyszerűen az a probléma, hogy elfogy a kőolaj, meg elfogy az urán. Ennél sokkal nagyobb probléma, hogy ezek a rendszerek valójában sokkal többe kerülnek, mint amennyit első látásra gondolnánk, mert az árukba nincsen belekalkulálva az, hogy mennyibe kerül eltakarítani utánuk a mocskot, ami az egyszerű üzemeltetésükkel jár. Nem csak a sarkvidékek elolvadása kerül iszonyatosan sokba, hanem sokba kerül a smog, sokba kerülnek a tüdőrákok, sokba kerül a globális felmelegedésnek az egyszerű hétköznapi jelenléte a mi Kárpát-medencei városi életünkben is. Hát ami változást elindítottunk a természetben, az extrém, szélsőségesebb és kíméletlenebb időjárási körülményekhez vezet. Belenyúlunk egy bizonyos ponton a rendszerbe, és óriási változásokat idézünk elő azzal, hogy elégetjük az energiahordozókat, megváltoztatjuk a környezetünket, az időjárást, azzal, hogy megváltozik az időjárás, azzal meg kell, hogy változzon a mezőgazdaság, ha megváltozik a mezőgazdaság, akkor megváltozik az élelmiszerhez való hozzáférésünk, a vízhez való hozzáférésünk, és így tovább. Ahhoz, hogy ehhez alkalmazkodjunk, erőforrások és energia kellene, és ebből lesz most kevesebb. De nem csak a környezet issza ennek a levét. A magyar lakosság 140 milliárd forinttal tartozott az energiaszolgáltatóknak 2012 első felében. Például 1.700.000 háztartási villanyszámlán van elmaradás. 380 ezer háztartás az, amit energiaszegénynek titulálhatunk. Az energiaszegény háztartások zöme az családi házban él. A rossz építőanyagok, rossz rétegrend, nagy felület, szigeteletlen födém, órán száján dől ki a meleg, így módon zabálja az energiát. És ebből fakadóan az összjövedelmüket éves szinten, az összjövedelmüknek több mint a harmadát energiára költik. Az egyetlen megoldás ilyenkor, hogy az ember lemond erről a kényelemről, hogy ő egy fogyasztó, és abból válogat, amit eléraknak, hanem neki magának kell felkerekednie, és megtalálni az ő neki legideálisabb megoldást. Mindenki szigeteljen azzal, amivel a legjobban jár, ami számára a legjobb érzetet okozza. Egy a lényeg, hogy mindezt szakember és szakértő bevonásával tegye. Ezek az emberek itt nem ismerik egymást. A Magyar Szalmaépítők Egyesülete egy családi ház látogatását hirdette meg, amire bárki elmehetett. Hát a legelső szalmaházaktól el lehet mondani, hogy már van, amelyik több mint 100 éve áll. Egy helyben megtermő alapanyagból készül, szalmából, ami mindenütt van. Sokakat érdekel, sokan eljönnek, és nagyon jó kérdéseket tesznek fel. Meggyőződésünk szerint, ha ezt a technológiát választja, sokkal kisebb függőséget jelent, például az energiaszolgáltató szektorral kapcsolatban. Mivel fűtetek? Csak fával? Fával. Aha. És egy sima kazán, vagy mi? Egy vaskályha. Egy sima kályha benne a lakásban? Igen. Télen nektek mibe kerül itt a fűtés? Hát valahol beszerzési forrástól függően, de olyan 40 és 50 ezer forint között valahol. áll meg egy télnek a tűzifa szükséglete. Ha az összes ház ilyen energetikai szintet képviselne, ilyen jól hőszigetelt lenne, akkor Magyarországnak nem lenne szüksége import energiára, hanem gyakorlatilag fenntartható módon el tudná látni az épületeit energiával, biomasszából. Tehát a helyi erdei erdészeti növekményből lehetne fűteni ezeket az épületeket az egész országban. Kétfajta ok lehet, ami miatt a feszültségek kezelhetetlenné válnak. Az egyik, amikor nincs megfelelő élelmiszer, a másik az, mikor télen mondjuk nincs elegendő energia a fűtésre. Ezt meg tudnánk előzni például egy olyan programmal, hogyha a települések határában olyan erdőket telepítenénk, amik úgy vannak méretezve, hogy annak az adott közösségnek a mondjuk a fűtésével kapcsolatos ellátását biztosítani tudják. Jó. Magyarországon azt úgy tanulják, hogy a cementre elengedhetetlenül szükség van a falazáshoz. Ahhoz, hogy cementet gyártsunk, ahhoz nagyon sok energiára van szükség. Ehhez képest, hogyha a kertünkben megfelelő a talaj, egy ilyen habarcsot készíthetünk, mint ami itt is látszik. Ez csak agyag és homok. Tudunk falat rakni belőle. Gyakorlatilag a kültéri vakoláson kívül minden más feladatot meg tudunk oldani. Léteznek olyan technológiák, amiket eleve úgy találnak ki, hogy több problémát oldjon meg egyszerre. Például van olyan kályha, ami ugyanabból a faanyagból több hőt tud előállítani, mint a hagyományos kályhák vagy kazánok. Itt körülbelül olyan 8-900 fok van, hogyha jól be van fűtve a kályha. Ez egy cserépkályhához képest 2-300 fokkal magasabb. És ráadásul egy elérhető technológia, nem csak oligarchák tudják megfizetni. Tűztérben felszabadult gázok, ennél a toroknál lépnek ki, azonban ebből a dobozból csak két oldal tudnak távozni, és ezért egy forgásba kezdenek a gázok. A forgás következtében minden éghető anyag a külső ívbe sodródik, tehát nem tud kilépni ebből a kamrából addig, amíg végül is el nem ég. Ez teszi lehetővé, hogy nagyon tisztán égessük el a tüzelőanyagot. Akikhez elmegyünk kályhát építeni, elég személyes kapcsolatunk van. Elkezdi tekerni a kéményseprő föl, és tényleg nem viccelek, de egy csepp, vagy egy ilyen szusszanásnyi korom se jött ki a kéményből. Az interjúnk után néhány héttel Szalai Péter autóbalesetben meghalt. Szalai előadásokon is terjesztette azt a szellemiséget, amelyet most a kollégái visznek tovább. Ott abban a házban, ahol kályha van, ott nem fognak külön szobákban ülni. Ott abban a helységben lesznek. Ott közösség lesz. És ez nagyon-nagyon fontos. Erre mindenkinek szüksége van. A bajaink arra késztetnek minket, hogy fogjunk össze, és pont ez segít bennünket megérteni a bajaink okát. Mert ahogy felfedezzük, hogy mi a közös mindannyiunkban, egy kapu nyílik meg előttünk. Ha megtalálnánk jobban a helyünket ebben az egészben, amiben beleszülettünk itt és most, és egyszerűen csak egyfajta alázattal és szeretettel fordulnánk ahhoz, amiben élünk, nem is kéne sokkal többet csinálnunk. Az összes többit azt már úgyis minden pillanatban éreznénk. Very much like a saying from the Tao Te Ching, from Lao Tzu. Trace back the manifestations, so we see what's happening. And if you find the source of it all, you will get the answer and you will be free of sorrow. So it's also about overcoming all the longing, the greed, the pain. I think if we trace back and we come to the place where we feel, I am this tree, I am the car, I am this planet, I am the hungry child, I am also the dictator in one country. Everything has something to do, and I could be in all of these places. Then we get a deeper understanding, and I think from this place we will be able to find a way together to solve the problems. Magyarország legnagyobb ökofalva a Krishna-völgy, ahol 150 ember él. Tekinthetjük őket úgy is, mint egy önellátó falu közösség kísérleti modelljét. Egy olyan közösség alakult ki, aminek a tagjai itt helyben élnek, a gazdálkodást is közösen csináljuk, mindannyiunknak itt helyben van munkája. És ahogy mennek körbe az ökrök, ők hajtják ezt, annál a harangnál fogva. Motivált bennünket az is, hogy ha ez működik, hogyha ez sikerül, akkor szeretnénk ezeket a tapasztalatokat, vagy ezeket az eredményeket másokkal is megosztani, hogy tudjunk segíteni. Van egy fűrészgép, azt hajtottuk meg vele, van egy daráló, amivel az állatoknak tudunk takarmányt törölni. Miért jó ez így, hogy nincs áram? Neked meg kell oldanod valamit, igen, amit mások árammal oldanak meg. Számodra mi az értelme annak, hogy itt nincs áram? Hát az, hogy ez fenntartható. Ha van áram, ha nincs áram, ha van benzin, ha nincs benzin, ezt meg lehet csinálni most, meg lehet csinálni 20 év múlva. Az önfenntartó közösségeknek a működése, az önfenntartással kapcsolatos elképzelés nagyon-nagyon fel fognak értékelődni. Az nem egy környezetvédelmi kérdés, hanem ez egy nemzetbiztonsági kérdés. Ez egész egyszerűen a nemzetünknek a jövőjével kapcsolatos, hogy meg tudunk-e felelni azoknak a kihívásoknak, amiket majd ugye az elkövetkező összeomlás állít elénk, vagy pedig egyszerűen nem fogunk tudni megfelelni, és el fogunk tűnni a földszínéről. Szükséges a váltás, mert nem tudjuk tovább fenntartani ezt a rendszert energia hiányában. Lehet, hogy sikerül a társadalmi rendszer működését megtartani, de az biztos, hogy erre kevesebb energia lesz, tehát sokkal okosabban és célszerűbben kell használni. A termékeink jelentős része a fejlődő országokban gyártódik le, ott van előállítva, és onnan érkezik valamilyen úton, módon ide. Most nyilván ez is szűkebb keresztmetszetté válik, tehát kevesebb termék fog eleinte onnan jönni, később meg lehet, hogy egyáltalán nem. Ebben van valami jó, mert egy csomó mindent meg tudunk termelni, amit eddig távolról hoztunk ide. És akkor felvirágzik a helyi gazdaság. Tehát a pincé is hozzátartozik így a fenntartható energiaforráshoz, legalább az én szempontomból, mert télen a zöldségeket, ugye, hogyha most külföldről kéne vásárolnunk, Portugáliából, vagy éppen bárhonnan máshonnan importálni zöldséget, akkor ez nagyon költséges lenne. Tényleg teljesen önfenntartóak vagytok? Igen, igen, jó részt. Hát azt szoktuk mondani, hogy rosszá ízzel, de minden megvan, amit akarunk, meg amit szeretnénk. Hát, hogyha néha mondjuk kicsit kevesebb van egyféléből, vagy egyféléből van túl sok, az ugye egy kicsit úgy egy idő után már unalmassá válik. Az élelmiszerrel foglalkozunk a sorozat következő részében, és bemutatjuk például ezt a német ökofalut. We need solutions for urban settings, we need alternative economy, we need new education systems, and also on the settlement scale there are many different solutions possible, and ecovillages are just one level and one possibility to change lifestyle, but I think one that is very holistic because it gives answers to nearly all the needs that people have.